Sziasztok, és szia Szofi! Tök régóta vágyok már arra, hogy egy híres sportoló bemutassa a sportágát nekem. Ehhez most szerencsém van, mert Szofival összefutottam a bemelegítő térnél, a tatami mellett, és abban maradtunk, hogy bemutatja a kedvenc dobásait, úgyhogy lássuk, mi sül ki ebből. Minden versenykor meghajlunk az ellenfelünk előtt, ezzel neki tiszteletet adva, illetve az edzést is ezzel kezdjük és ezzel zárjuk. Jocske, rejt! A kedvenc dobásom az okosi csípődobás. Ezt nyakfogásból és csípőfogásból is lehet dobni. Én csípőfogásból szoktam balra, és nagyon sok helyzetben segített nekem ez a dobás. Sokszor az első fogásom övre megy, és innen automatikusan egy megmozgatással tudom dobni ezt a dobást az ellenfelemen. Nagyot szól, Szofi pedig jó erőben van. Másik kedvenc dobásom pedig a kócsigeri, a kis belső dobás. Ezt is balra szoktam dobni, hogyha van rá alkalmam. Általában válfogásból indítom el ezt a kaszálást. Azért szeretem ezt a dobást, mert általában magasabbak nálam az ellenfeleim. Kicsigeri vagy mi a neved, nagyon fáj. Az átlépős folytást egy nagyon jó földátmenetes technikának tartom. Váldobásra fordul be, és én le tudom vinni utána a földre. A gurulás része után, hogyha bent ragad a lábam, onnan kitaposva le tudom szorítani az ellenfelemet. Bírom meg! Ez a technika különlegesebb földátmenet technikák közé tartozik. Szerintem sokszor áll elő ez a szituáció, mikor az ellenfelünk négy kézlábban előttünk, és innen átlépve és átforgatva előre. Nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha gyorsan és precízen kivitelezzük, és pont ezzel tudjuk meglepni az ellenfelünket. Szofi, megizzasztottál rendesen. Kívülről úgy tűnhet, hogy nem egyszerű sportág a judó, viszont belülről elmutatom, hogy brutálisan nehéz és kemény, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megmutattad ezt. Én köszönöm, hogy felkértél. Nagyon ügyes voltál, és én élveztem, és köszönöm, hogy megosztottam a kedvenc technikáimat veled. Ezt fogom használni az életben is majd, sőt, lehet jövőre itt találkozunk. Szerintem az a baj, hogy túl későn kezdett el edzeni, mert az ő súlycsoportja már lement. Ez most a nehéz súlyt nem indítanám még el, mert a technikai tudása látom egy kicsit akadozik, de a következő világbajnokság úgyis Üzbegisztánban lesz, addig van egy éve felkészülni, de sok sikert kívánok, és sérülésmentes felkészülést.